Kistalcsán és Kerepesen javulni fog az ivóvíz minősége. A magyar állam és az Európai Unió támogatásának köszönhetően az új Széchenyi terv keretében csaknem 907 millió forintos beruházás indult meg. Jelenleg a víz oly mértékben nitrátos, hogy azt a csecsemők nem ihatják. A projekt eredményeként egy új víztisztító rendszernek köszönhetően 2015 tavaszán már jó minőségű ivóvizet fogyaszthat a lakosság mindkét városban. November 8-án tették le a beruházás alapkövét a helyi vízmű a Szilas Víz Kft. Épületénél. Solymosi Sándor, Kistalcsa polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a beruházás egy hosszú előkészítő munka eredménye, amely 2009-ben kezdődött. Hosszú-hosszú előkészítő munka kellett ahhoz, hogy megérjük a mai napot, és még kell legalább másfél év, mire átadhatjuk az embereknek a várva várt nitrátmentesítő, víztisztító létesítményt. A program lényege az lesz, hogy a Szilaspatak völgyében húzódó nitrát tartalmú kutak vizét, a saját vízbázisunkat, a saját legfontosabb értékünket, a vizet, sajnos már meg kell tisztítani ahhoz, hogy újra lakossági fogyasztásra alkalmas legyen. Ennek érdekében jött létre ez a projekt, és a célja az, hogy másfél év múlva elmondhassuk mindkét településen, hogy nincs szükség többet a csecsemő víz szolgáltatásra. Nagyon várjuk ezt a pillanatot, azt gondolom mindannyian. A helyzet eléggé drámai. Engedjék, hogy elmondjak egy példát, kistarcsai példát. 3 évvel ezelőtt az uszoda udvarában, az uszoda vízellátása érdekében kutat furattunk 80 méteres mélységbe. Az akkori vízminta, a kút vízmintája a határérték alatti volt, a nitrát határérték alatti volt, de sajnos műszaki problémák miatt a kút nem tudott beüzemelődni, eltört a cső, újat kellett fúrni. A 2 évvel később megismételt kútfúrás eredménye 2 méterre az előző kúttól ugyanabban a mélységben, ugyanabban a vízbázisban 3-szoros nitrát értéket mutat, ami rendkívüli módon aggasztó, és azt gondolom, hogy végképp indokolja azt a projektet, azt a beruházást, amit a mai napon alapkő letétellel fogunk elkezdeni. Franka Tibor Kerepes polgármestere szerint tiszta vizet kell önteni a pohárba. Sokan ehhez úgy álltak hozzá 2006-ban, amikor kerültem, hogy úgyse lesz bőle semmi. Itt 30 éve először zacskós, majd üveges vízet hordanak a gyerekeknek. 2006-ban, amikor megnyertem a választást, azt mondtuk a jegyzővel, hogy tiszta vizet kell önteni a pohárba. Tartsa vezetése más volt akkor, és amikor érkeztem, a Szilas Víz Kft. Eladás alatt állott. És akkor idejöttem, és azt hívtam a dolgozókat, és azt mondtam, kérem szépen, Kerepes polgármestere vagyok, a Szilas Víz nem eladó. Most nemhogy nem eladó, hanem a törvény értelmében összevontan ugyan, de komoly jövő előtt áll. Mert amit nem hittek el, az be fog következni, kérem szépen. Több éves munka, együttműködés, lobbizás, igen, lobbizás következtében sikerült elérni, hogy több mint 1 milliárd forintot ad arra az állam, illetve az unió, hogy csaknem 30 ezer embernek az ivóvize tiszta legyen a poharába. Nem beszélve arról, hogy eljusson mondjuk a felső pontokig, a Hungaroring környékén, Kerepesnek a végében már nyaranta nem csorog a víz a csapból, még a koszos víz sem. Néha olyan víz jön, ami leginkább ugye az emésztőgödörben ömlő vizeknek a színére hasonlít. Tehát ideje volt, nem tartott rövid ideig ugyanakkor, mert ugye 5-6 éve dolgozunk rajta, de most már közel, látható közelségbe került, hogy mindenhova egyforma nyomással eljut, mindenhová az először megtisztított jó víz fog eljutni, és a fröccs is, amit majd annak idején iszunk, amikor átadjuk, az a fröccs is akkor a kerepesi spricnivel igazán jól fog esni. Savanykás legyen, pörkölt előtte, és ürítsük poharunkat arra, hogy tényleg gyerekeink, unokáink is tiszta vizet igyanak, és hogy védjük meg a sajátunkat, nem eladó. Magyarország nem eladó, benne Kerepes, Kistarcsa se, abban belül pedig a víz sem, semmi sem. Mi élünk itt, mi fogunk itt élni, meg a gyerekei. Tarnai Rihárd kormány megbízatta, Pest megyei kormányhivatal vezetője hangsúlyozta, a víz az egyik legnagyobb kincs a világon.
a következő évtizedek teljesen egyértelműen a vízről szólnak. Az egyik legnagyobb kincs a világon az a vízkészlet lesz. És hogyha kicsit visszanézünk az elmúlt egy-két évtized magyar történelmére, ha ezt nevezhetjük történelemnek, inkább történéseinek nevezném, akkor azt látjuk, hogy volt olyan időszak Magyarország életében, amikor az akkori kormányzat mindent eladott. Eladta a gázt, eladta a vizet, a vízműveket, és eladott mindent, amit lehet. Külföldi állami cégek vették meg ezeket, hisz jó üzlet volt. És látjuk azt a folyamatot, ami az elmúlt években zajlik, amikor visszavesszük, köztulajdonba vesszük ezeket a cégeket, természetesen nem kisajátítjuk, hanem piaci módon, piaci alapon visszavásároljuk, mert tudjuk nagyon jól, hogy ezek lesznek, többek között a víz lesz a következő évtizedek kulcskérdése. Azt pedig nem szeretnénk, hogyha külföldiek kezében lenne a hazai vízpiac. Ezért tehát, hogyha a vízről beszélünk, és arról beszélünk, hogy a víztisztítás tekintetében milyen beruházásokat végzünk, akkor azokat azért végezzük, hogy a mi gyerekeinknek, konkrétan mondjuk az én 5 gyerekemnek is legyen lehetősége a következő években, évtizedekben rendes, tiszta ivóvizet inni, és ne Magyarországon külföldiek kezében legyenek ezek a cégek. Igen, a világot sokszor másképpen látjuk, ebben nincsen semmi gond. Amikor 2010-ig egyfajta kormányzat, egy szocialista szemléletű kormányzat volt Magyarországon, ők azt gondolták, és ez is egy nézet, hogy jobb, hogyha a vízvázist, jobb, hogyha a gázt, és jobb, hogyha az energiát külföldiek kezébe adjuk, mert ők profik. Mi azt láttuk, hogy nem annyira profik, hanem ők abban érdekelték, hogy a profitot vigyék ki az országból. Mi pedig úgy látjuk, és ez egy másfajta szemlélet, hogy jobb, hogyha itt a saját kezünkben van az energia, legyen szó akár gázról, akár elektromos áramról, akár pedig vízről, és ezért visszavesszük ezeket. Mégiscsak furcsa volt, hogy az elmúlt 10 évben arról, hogy Magyarországon mennyibe kerül mondjuk a gáz, arról egy orosz és egy német cég állapodott meg egymással a magyar emberek előnyére vagy kárára. Én inkább úgy látom, hogy kárára. Én szeretek a saját magam feje után menni, és szerintem itt a Kárpát-medencében mi mindannyian úgy vagyunk, magyarok és mások is, hogy szeretünk a magunk feje után menni. Ha rossz döntést hozunk, akkor azért vállaljuk a felelősséget, de mégiscsak a mi döntésünk az, amit hozunk. Tehát jobb, hogyha a víz is itt marad a saját tulajdonukban, a saját kezünkben, és nem pedig külföldiek döntenek arról, idegen nyugati országok esetleg, hogy nekik milyen profitjuk legyen a magyar emberek ivóvízéből. Márpedig ugye avval indítottam, hogy ez a legnagyobb kincs, ezért erre jó vigyázni, és amikor sokan azt mondják nekem még baráti körben is, hogy hát a közéleti dolgok azok távol állnak a mindennapoktól, higgyék el, nem állnak távol. Arról, hogy saját kézben tartsuk a vizet, a gázt és az energiát, vagy adjuk idegeneknek, ez két teljesen más gondolkodásmód. Az egyiket megjelenítjük mi az utóbbi években sok hibával, sok nehézséggel, és valóban biztos hibázik az ember, de egyfajta irány kirajzolódik, és kirajzolódott az elmúlt 8 évben is egyfajta irány, ami pont ezzel ellentétes. Én azt gondolom, hogy a mindennapi dolgok, a mindennapunkat érintő dolgok így függnek össze a nagynak, távolinak tűnő közéleti dolgokkal, és ezért mindenkinek a véleménye számít, mindenkinek a szava számít, és szeretnénk azt, hogyha a következő évtizedekben is mi magunk dönthetnénk el, hogy mit kezdünk a saját ivóvízünkkel. Hogy ez a lehetőség megmaradjon, ez a projekt ebben egy kicsit segít, hogy a minőséget is javítsuk. A Széchenyi terv, az új Széchenyi terv abban segít, hogyha van egy jó ötlet, egy jó elképzelés, egy jó álom, ma fogalmazunk így, akkor ez megvalósulhasson. Az elképzelés jött innen helyből, mert erre van igény. Az államnak az a dolga, hogy ezekhez a pénzt hozzátegye, lám hozzátette a pénzt, és így az itt élők elképzelése és az állam pénze találkozik, és egy jó dolog jön létre. Kívánom, hogy egészséges ivóvízünk legyen a továbbiakban is, és mi magunk dönthessük arról, hogy a vízünkkel mit kezdünk. Köszönöm szépen! Vécsény László, a térség fideszes országgyűlési képviselője úgy véli, az elkövetkezendő évtizedek konfliktusainak egy része éppen az ivóvíz hiány miatt robbanhat ki. Egyre inkább bevonul nem csak a tudományos köztudatba, hanem a hétköznapi gondolkodásba is, hogy az egészséges környezet mennyire fontos lesz az elkövetkező évtizedekben, és ennek egy meghatározó eleme az, hogy az ivóvíz, az egészséges ivóvíz elérhetőségét hogyan tudjuk biztosítani.
ebből a felismerésből születnek az ivóvízbázis védelmi, illetve az ivóvízhez kapcsolódó egyéb fejlesztési projektek. A kormány felismerése nyomán egyre több ilyen pályázatot lehet az önkormányzatoknak, illetve vízművel rendelkező társaságoknak elnyerniük. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mi választókerületünkben a két város, Kerepes és Kistarcsa is sikerrel pályázott egy ilyen programra. Ennek eredményeképpen a beruházás végén a saját ivóvízbázisukból nyert ivóvíz olyan minőségű lesz, hogy csecsemők is bátran fogyaszthatják. Egyébként akár az édesvizet, az ivóvizet tekintve, akár termelvizet tekintve Magyarországnak jelentős jövőbeni lehetőségei vannak. Igen, és ez nagy optimizmusra ad okot, hiszen ahogy mondani szokták, az elkövetkező évtizedek, vagy ennek az évszázadnak a fő konfliktusai többek között éppen az ivóvízből, az ivóvíz hiányából fognak adódni. Tehát azt gondolom, hogy Magyarország nagyon jó úton jár, amikor különös gondot fordít arra, hogy az ivóvízbázisainkat védjük, illetve az egészséges ivóvízellátást biztosítsuk a lakosság számára. Ez nem csak egészségvédelmi, hanem úgy tűnik, hogy az elkövetkező évtizedekre nézve stratégiai kérdés is. A Szilasvíz Kft. Egy magyar cég víztisztító rendszerét működteti majd. Mint közismert köztudott, a két település, a két város lakossága mintegy 23-25 ezer fő, és jelenleg palackos csecsemővizet kell biztosítani két éves korig a kisgyermekek részére. Ha ez a beruházás megvalósul, akkor az uniós normáknak megfelelő minőségű vizet tudunk biztosítani a térségbe, és ha megszűnik a palackos csecsemővíz. Mit jelent az, hogy uniós normák szerint ivóvíz most miért nem felel meg, és akkor miért fog megfelelni ennek a normának? Két ivóvíz komponens szempontjából, az egyik a víznek az ammónium tartalma, a másik a víznek a nitrát tartalma, és ezzel kapcsolatban most egy olyan beruházás fog megvalósulni, aminek kapcsán egy víz tisztítás technológiát fognak kiépíteni, és ez a tisztítás technológia fogja biztosítani, hogy olyan minőségű vizet tudjuk biztosítani, ami határérték alatti komponenseket tud biztosítani. Tehát akkor gyakorlatilag ez az összeg, amiben ez belekerül, egyrészt gondolom maga a folyamatnak a megteremtése, tehát munkaköltség, másrészt pedig be kell szerezni azokat a speciális berendezéseket. Így van, tehát itt nagyon komoly átalakítások lesznek, hiszen itt az épület is, ahol most állok, ez a vízmű központja, ez teljes mértékben átalakításra fog kerülni, és egy víztisztító fog kiépülni itt a vízmű központban. Ezen túlmenően a kutaktól jövő gyűjtő vezetékek is átépítésre kerülnek, és a nyomászónák is elválasztásra kerülnek, tehát egyrészt egy minőségi javulás, másrészt egy mennyiségi, jobb minőség és mennyiségű vizet tudunk eljuttatni a lakók részére mindkét településen. Ez jelenthet akár munkahely bővítés, vagy többlet munkaerőt? Elképzelhető, hiszen egy nagyobb feladatot kell tudnunk ellátni és biztosítani, ezért létszám tekintetében is ezt már nagyobb fővel kell valószínűleg tudnunk biztosítani. A munkátok során több 10 kilométernyi új vízvezetéket tesznek le, illetve újítanak fel.